Hitler. De, tehát, hogy mégis, hogy... Nem volt valami eredményes. Nem úgy foglalkozott vele, hogy ő volt a pszichológus a gyerekkorában, hanem mai napig is él, hanem ő így visszatekintve kinyomozta azt, hogy vajon milyen nevelésben részesült az az ember, aki például azt mondja, hogy ez így volt helyes, engem vert az apám, és hát akkor ennek így könnyött lenni. Mert mi nálunk az a szokás, babám. Hát és akkor ezt gondolja, ez egy nagyon izgalmas könyvei vannak különben. Na, tehát én például nagyon nagy feszültséget éreztem abban a jelenetben, apa lánya. Hogy? Csak az volt. Csak az volt, ugye? De azért azt ne vegyük el tőle, hogy lehet, hogy ő így szereti a gyerekét, ugye? Erre szokták azt mondani, hogy a maga módján. Pár terápiában is hallok ilyet. Szeret engem a férjem a maga módján. De én azt szeretném, ha azon a módon szeretne, ahogy én szeretném, hogy szeressen. Valahogy ne a maga módján. Hát igen. Én is szeretem a cicákat a maga módján. Hát. Na jó. Ennyit. Majd gondolkodunk együtt tovább. Közben magatokba gondoljátok át, hogy vajon tényleg mi lesz a jövő? Az lesz, amit előre programoz apu, vagy valami más? A következő jelenet egy évvel később játszódik. Kata 18 éves. Lesz vagy múlt, vagy hát nagyjából azon a héten vagyunk. Hoppá! Édesanyja ide küldött, hogy írd alá a felvételi papíromat. Azt mondtam, hogy ő nem teheti meg. Jó gondolta. De... Szóval, hogy ez biztos, hogy nem fogom aláírni. Tehát ez a konzervatórium énekszak. Zongora is van benne. Zongora is van benne. Szuper. Tehát... De a második helyen megjelöltem a közgázt, ahogy kérted. Akkor ez már majdnem jó, annyit kéne, hogy az első helyről a konzit le kéne húzni, és akkor a közgáz szakot azt aláírom, és esetleg, ha még szeretnél egy jogot is mögé írni, akkor azt is alá fogom írni. És nem szeretnék még egyszer, mert megint le fogunk odaig aljasodni, hogy én szétverem a berendezést, minősíthetetlen hangon fogok veled üvöltözni, és miután te elmentél a szobádba duzzogni, utána még az anyáddal is minősíthetetlen hangon fogok üvöltözni, mert a szerencsétlen próbál a védelmedre kelni, de én addigra már annyira fölbasztam az agyamat, hogy vele aztán még jobban fogok üvöltözni. Édesapám. Miért kell ezt? Miért? Jó, tegyük akkor teljesen nyilvánvalóra a dolgot. Vagy elmész oda felvételizni, mert ugye hát egyáltalán nem biztos, hogy felvesznek. És ne legyél büszke a biológia versenyen elért eredményedre. Mert amíg a külön órák helyett buzulással, meg majankodással töltötted az idődet azzal az idiótával, akit nem szeretnék még egyszer meglátni melletted, honnan veszed, hogy egyáltalán biztos, hogy sikerülni fog? Mindent megtettél? Mindent megtettél azért? De most a közgázért? Bármilyen. Igen, apa. Szóval visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, csak nem bírok uralkodni. A közgázra és a jogra fogsz felvételizni, azt aláírom, minden támogatást megkapsz. Ha nem jelentkezel ezekre az egyetemekre, akkor mondanám, hogy csomagolj össze és menj el innen, mert nem lakhatsz itt többet. De nem vihetsz magaddal semmit, mert semmiért nem dolgoztál meg. Ez csak azért, hogy ez így teljesen tiszta legyen. Szeretném, hogyha ezt megjegyeznéd, megtanulnád, hogy a dolgok nem úgy működnek, hanem úgy működnek, hogy az a tiéd, amiért megdolgoztál. Amiben belehaltál. A konziba is, meg a konziba is. A konziba nem mész, mert teljesen felesleges. De hogyha fölvesznek... Nem esik egybe az elképzeléseimmel.
figyelj ide. Én nem szeretnék. Te vagy az egyetlen gyerek. Neked az lesz a feladatod. Nem érdekel a közgáz. Vedd fel a kabátodat és menj el. Most. Menj el. Nyisd ki az ajtót, ne vigyél magad a lakáskulcsot, mert anyád becsukja utánt. Mi? Nincs erre időm. Nekem nincs erre időm. Menjek el? Igen. Azt akarod, hogy haladjunk tovább. Lépjünk tovább. Egy éve megy ez a cirkusz. Nem tudok veled mit csinálni. Üsselek? Verjelek? Meg tudlak úgy tépni, édeslányom, hogy az legyen, amit én akarok. Csak arra gondoltam, hogy vagy annyira értelmes, hogy megérted. Hogy gyújtsam rád ezt az egész házat? Te látod? Én nem akarok így élni ebben a hangon. Arra kérlek, hogy tedd bele a közös életünkbe azt, ami a te feladatod, amit neked kell nyújtani. Legyen belőled valaki. A szerepeket, amik rád várnak, mint emberre, nőre, meg anyára, azokat vedd komolyan. 18 éves vagy. Érted, hogy mikről beszélek? Igaz? Igen. Rendben van, igen. Nagyon szégyellem magam. Azért, hogy így kell ezt. Úgyhogy nincs tovább. Vagy az lesz, amit én mondok, vagy kimész ezen az ajtón. Na, akkor azt alakítsd át ezt a dossziét úgy, hogy nekem jól legyen. Ceruzád! Kiskorunkban mondjuk a bábszínházban felkiabáltunk, hogy vigyázz, ott van mögötted a sárkány, hogy tudjátok, hogy mire gondolok, hogy mondott egy ilyen mondatot a Zsolt, hogy de nem tudok uralkodni magamon. Ugye? És ez nagyon szép volt, hogy ezt mondta. Én meg magamban hozzátettem, hogy hát ezért uralkodsz mások. De ugye nem szólhatok bele egy jelenetbe, ami 20 évvel ezelőtt történt, és nem is vagyok ott. Van-e most véleményünk erről a családról, a párról? Akar-e bármit ehhez most valaki hozzá? Én azt gondolom erről, hogy így egy párkapcsolatot tekintve mindenki azt hozza bele, amit így ott például egy lány az apjával való kapcsolatot viszi bele egy párkapcsolatba. Tehát, hogyha traumatizált ez a kapcsolat az apjával, akkor lehet, hogy azt a párkapcsolatot sem fogja tudni megélni, hogy békességben, boldogságban, azok a negatívumok jönnek elő, amit nem tudott megélni az apjával. Tehát, hogy azokat próbálja kijavítani, de nem tudja, hanem megjavarkodik rajta ez az ilyen, az az érzés, hogy amit az apjával nem tud megélni jól, azt a párkapcsolatban is elő. De ebből az következik, hogy ez olyan, mint egy átok, hogy akinek olyan az apjával való kapcsolata, amit nem kívánunk most itt részletezni, de nem jó, akkor az göngyölődik tovább. Hát, ameddig be nem látja, hogy ilyen az apja, illetve nem megy el segítséget kérni, és nem látja azt, hogy önmagában is hiba van, addig nem tud tovább. Ő benne? Igen. Hogy feldolgozni nem tudta azokat a dolgokat, illetve nem tudta azt elfogadni, hogy milyen azok, és nem mert magáért kiállni. De ha nem áll ki, attól még ez a kapcsolat a fiújával azért érvényes? Kérdem én. Igen. Mondja. Csak hogy ez nem egy hiba, ami magával fordulsz, ő ezt nem tudja kontrollálni, és ezért nem tüntetheti magát. Fordozza magába, szóval, hogy ezt magára nem fog ráismerni, és ezt meg is segítség, csak hogy az, amit nem egyetetek, amit mondtak ő egy, de hogy ez nem egy vétek, amit ő okozott magának. Ez egy transgenerációs probléma, amikor az is valószínűleg az anyukája is lesz, amit látni mondja.
valószínű, sőt biztos, igen. De generációs vagy személyiség, egyszerűen ilyen családban sikerült születni. Abszolút. Ilyen apát húztam a lottón. Hát ez sikerült, de én azt gondolom, hogy a saját párkapcsolatomban pontosan a megtapasztaltak alapján az ellentettjét fogom tenni. Egy édes, aranyos, gyengéd, kedves... Hát, ami nekem hiányzott, azt próbálom meg átadni. Azt pótolom, ha jár nekem. Nem feltétlenül jár nekem. Hanem mert ilyennél az lesz konfliktust fogok kerülni. Aha. Mert nem akarom azt, hogy azzal, akit elvégben én szeretek, valami rendkívül negatív kapcsolat alakuljon ki, hanem boldogan akarom legyen az életem röviden. Még valami akartál? Egyébként én azt már lehet, hogy mondtam több előadásban, de gyakran elmondom, hogy a legnagyobb baj szerintem, hogy nem tudunk egyenrangú kapcsolatokat kialakítani, gyártani, elfogadni. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy valaki dirigáljon, nekem vagy én neki, hanem valahogy partner-partner, egyenrangú. De honnan tudnád? Ugye? Tehát, hogy bárhol körülöttünk, mi az a dolog, vagy mi az a kultúra, amit mi úgy élünk át, vagy abban nővünk fel, vagy azt tanuljuk, vagy tapasztaljuk, hogy hát egyformák vagyunk, pont annyit érsz, mint én, van mit tisztelni benned, te is tudsz bennem tisztelni, akár milyen korú, nemű, kilójú, nem tudom, mi vagyok, hát legyünk már valahogy így egy stílusban, vagy egy jogkörben legalább, de ezt valahogy szerintem mi még mindig valahogy tanuljuk. Párkapcsolatokban is ezt látom. Na jó! Muszáj, hogy szakítsunk. Muszáj, hogy elmenj otthonról. Nem tehetem. Igen, ez embertelen. Nem tehetem, figyelj, nem tehetem, megöl az apám. Hát így is megöl, hát ez amit tesz veled, ez jobb, mint elvágni a torkodat, vagy nagyon ütne egy... Nem írta rá a felvétel. Pénzkatajokat. Nem tudom, mit csináljuk. Figyelj, hát, menjünk el. Hova? Annyira édes vagy, komolyan mondom, imádom ezt, hogy ennyire... Imádom, hogy ennyire szabadságközpontú vagy, meg hogy ennyi energiád van, de hova menjünk, és mit csináljunk, és miből élünk, és hova? Ebből az országból. Hogy menjünk el ebből az országból? Hova akarsz menni? Ne neves ki, de stoppal fogunk menni. Nem ketten, hanem a többiekkel együtt. Nem. Amúgy is elmentünk volna nyáron bejárni Európát. Igen, de ott van az apád pénz. De nekem nem kell az apád pénze. De figyelj ide. Van egy rakás dalunk, csak mi írtuk őket. Ha akarod, lefordítom őket angolra, angolul fogjuk énekelni. Elmegyünk Berlinbe, elmegyünk Londonba. Hogy mennénk Berlinbe? Mit csinálnak? Átúszunk delfinek által New Yorkba. Nem akarom. Figyelj ide, ez nem teljesen kilátástalan, így is állsz a szakadék szélre. De tényleg, lehet, hogy nagyon rosszul járunk, lehet, hogy nagyon keserves lesz az egész. Csak van, szerintem van egy hatalmas különbség. Hát, hogy nem egyedül leszel. De én nagyon félek. Én is. Kurvára félek, ezért fogunk a többiekkel menni. Egy kis báránycsorda leszünk, és a farkast látunk, szépen arrébb megyünk, hogy énekelünk neki, hogy ne harapja át a torkunkat. Nem tudom, de ez így nem lehet. Figyelj, nekem elegem van ebből a helyből, ebből az országból. Én nem akarok tanulni ebben a rendszerben. Mit tanítanak? Kik tanítanak? Mit? Tényleg zene van, és kész. Szabadság van. De te olyan bátor vagy. De figyelj, én hajlandó vagyok bármit dolgozni azért, takarítani vágóidat, belet pucolni, akármit. Ha utána kiülhetünk a térről, a gitárról, a napfénybe, és énekelhetünk. Én ezt végig gondoltam.
Én nem látom magamat, ahogy úgy melózok, mint az apám, vagy az anyám, akiket nem ismertem. Vagy a nagyapám, meg a nagyanyám, akik... De nekem van egy apám, ismered, tudod, hogy milyen? Tudom, szép, sikeres magyar ember. Már csak ne lenne az. De érezzük, akkor jobb lenne. Tudod, én gondolkodtam ezen, ha a te apukád nem lenne szép, sikeres magyar ember, hanem csak egy magyar ember lenne, akkor is azt akarná, hogy te jobb legyél, te több legyél, te többre vigyed nála. De ez baj. És ugyanez lenne. Jó, figyelj, nem jövök a módszereid. De akkor menj a közgázra, menj a jogra, és... Nem akarok a közgázra menni. Én meg nem akarom, hogy azt érezzed, hogy most neked választanod kell köztem, meg a közgáz és a jog között. De én nem, én nem tudom. Tanulj, dolgozz, legyél sikeres. Én nem tudom. Leiszom magam nagyon, és Zsolt, belemennék a... Nem tudom. Te azt mondod most, hogy itt hagynál? Én nem vagyok itt sose. Ott fog állni az ablakon. Most ezt nem értem. Menjünk már előre. Annyit beszélünk róla. Menjünk. Sokan úgy. És az anyám? Nem tudom, hogy nekem nem volt anyukám, apukám, én nem tudom. De te egy normális ember vagy, neked van anyukád, apukád, nem tudok neked ebbe tanácsot adni. Én csak azt tudom mondani, hogy ha megfogod a kezemet, akkor én nem fogom elereszteni, akárhol megyünk, jó? Én ezt tudom neked ajánlani, meg a zenét. Én ezt, de én nem mondok semmi mást, ami nem igaz. Érted? De ez veszélyes, félelmetes. De nem baj, lehet félni. Szégyen. Doktalan szégyen.